viszonylag kisebb méretűre csinálom szándékosan. Pont azért, mert itt ez a cél, meg egyébként is ezt inkább télen használja a kutya, télen van rá szüksége, ugye 2 centi szigetelést fog kapni majd. Nyári időszakban úgyis kint pusztul, ahol neki tetszik. Viszont a téli időszakban pont azért nagyon fontos, hogy be tudja fűteni, tehát ne legyen túlméretezve semmiképp. És ez így elég keskénynek tűnik. A hossza az jó, mert hátra elfekszik majd szépen, egy kicsit távolabb a bejárattól, de rakok majd padlószőnyeget vagy valamit, de szerintem padlószőnyeget a bejárathoz, hogy a szél ne tudjon befújni, vagy valami szélfogót, még nem tudom, mert ide lesz berakva a sarokba. És lehet, hogy egy picit keskeny, tehát önmagában, hogyha ezt a szélességet nézzük, akkor nem tudna megfordulni bent, de magasnak elég magas lesz. Tehát annyi helye mégis lesz, hogyha nem hajtja le a fejét, akkor meg tud pont fordulni, és akkor be tud feküdni hátra. Ez az elmélet. De hogy a gyakorlatban, hogy egyáltalán fogja-e használni, az még már egy másik kérdés, mert ez egy kort. De hát nem ő tehet róla. Hanem a gusztustalan ember, az a korcs. Ugye azért van szükség erre a vázra, mert ide fogom majd neki csavarozni az oldalfalakat. És azért rakom ezt fektetve, ezeket a lézdarabokat benne. Mert ahogy megkapja majd a 2 centi szigetelést, rámegy a padlószőnyeg, és a padlószőnyeget tudom rögzíteni ehhez a fához. Nem az első, egyébként csináltam már így OSB-ből kutyaólat, vagy kutyaházat. Ez egy kocka lesz csak, tehát tetőt nem kell elképzelni rá, mert teljesen fölösleges. Ez úgyis tető alatt lesz, tehát nem szükséges az, hogy mondjuk akár csak egy fél tető legyen rajta, hogy az esővizet levezesse. De lehet lapos tető is, rakok rá egy palát, vagy valami olyat, ami levezeti a vizet, aztán kész. Itt az a lényeg, hogy legyen egy védett, egy szigetelt box, és akkor abba télen el legyen magának. Fűrészelni? Mi? Akkor tudj. Na, a technika ugyanaz, mint az imént. Rögzítek. Valahogy olyan furcsán rakom össze, megmondom őszintén, mert úgy szoktam, hogy alja, utána megcsinálom a 4 oldalát, rá a tetejét. Na most valahogy így lett, hogy a 2 oldala majd utólag lesz beszabva. Nem tudom miért, egész egyszerűen most csak valahogy így jött ki. Ezt rá akartam tenni, és akkor holnap 2 oldala, illetve megcsinálom a szigetelést, a kárpétozást, némi kis túlzással nevezzük annak.
Csip meg! Fogd meg! Csibész! Ne gyere ide, te idióta! Csip meg! Fogd meg! Csibész! Fogd meg! Gyere! Hol van? Elemet, és akkor rakom fel az utolsó oldalt. És akkor itt lesz majd az eleje. Ezt majd kivágom. Csak még nem tudom, hogy hogyan. Mármint, hogy mekkorát, és a többi, és a többi. Ezt még ki kell derítenem. Ki kell találnom, hogy hogy lenne jó, meg mekkora. És a tetej az nem lesz fix rögzítve, tehát a tetejét most ki fogom majd csavarozni. Mert azt régebben is úgy csináltam, hogy azt bármikor le tudtam venni. Tehát nyári idő, nem is nyári időszakban, mert mondom, nyáron nem nagyon használják ezt általában a kutyák, hanem mondjuk tavasszal össze, amikor már annyira javul az idő, akkor úgy szoktam csinálni, hogy jobban szellőzön, a tetejét leveszem, alá teszek valamit, és akkor résnyire tud szellőzni. Úgyhogy most is úgy lesz majd, meg ugye felülről fogom berakni a szigetelést, felülről fogom majd bekárpitozni. Közben a cinkék meg itt nyomják a fejem felett. Egy méterre vagyok egyébként most a húgyosoktól. Tehát, hogyha kinyújtom a kezem, ugye akkor már majdnem elérem az etetőt. Úgyhogy már némi kis túlzásra szerintem kézből is tudnám őket etetni. Ugye ők azért ennyire nem azt mondom, hogy óvatlanok, de bátrak, mert valószínűleg idejek nagy részük most születhetett. Tehát folyamatosan egész évben úgymond összeszoktunk. Na, még ezt lehet nem mondtam, hogy az aljára 5 centi szigetelés kerül majd. És az oldal és a teteje kapja meg a 2 centit. Az, hogy nem egy darabból szaptam ki, senkit ne foglalkoztasson, mert maradékanyagból dolgozom, mármint ami az alját illeti. Na, még maradt a front oldal,
illetve majd a tetejére, de a tetej az a legutolsó lesz. Csak el kéne dönteni, hogy hogy vágjuk ki az ajtót, és hogy mekkorát. Ide még beszúrok egy kis darabot. Mintha csak ide terveszték volna. Na hát berajzoltam egy ilyesmit. Ez 20x25-ös. A tyúkolnál lévő kis ajtót vettem alapul, mert ott pont be tud menni a húgyos. És ugye amennyire lehet, inkább megpróbálom fölfelé rakni, hogy a hideg ne törjön be. De annyira nagyon fel se akarom rakni, hogy a meleg ne tudjon kiszökni. Úgyhogy nagyjából ez így jó lehet. Legalábbis az elmélet ezt mondja. Aztán a gyakorlatban még meglátjuk. Így nem kell nagyon hajolnia se, ugye, mert ezt inkább, hogyha magasra rakom az ajtót, ez könnyedén át tudja lépni. Hogyha letenném, egyrészt a hideg is betörne, másrészt meg a kutyának is hajolni kéne, meg be kéne úgymond kúsznia. Nem mintha nagy gond lenne, mert a tyúkoknál lent van a földtől talán egy 5 centire, aztán minden gond nélkül be tud menni. Úgyhogy kivágom nagyjából a kőfűrésszel, utána a sarkokat. Hát vagy dekopírral, vagy a kézivel, hogyha hozzáférek, akkor azzal. Csináltam, beszoktam előre a hungarocelt, illetve az ajtókhoz szintén raktam még úgymond párnafát, már csak azért is, hogy tudjam hova rögzíteni majd a kárpitot. És akkor azt úgy fogom csinálni, hogy U alakban ezt így be fogom majd szabni, mert itt a felső részeken tudom majd rögzíteni végig, illetve utána jön majd rá ide, ami le lesz szintén szabva, és akkor tudom rögzíteni ismételten oldalt, meg fent, elől szintén. Igen, ez az oldal, mint mondtam, ez nem volt egyenletesen vágva, de nem számít. Majd egy picit igazítunk rajta. Inkább hátul passzoljon jobban.
meg még a két vége lesz, a teteje, illetve még egy külön darabot ide be fogok pluszba majd tenni, amit ki lehet venni, és el lehet mosni, illetve ki lehet nagyjából tisztítani, mert téli időszakban akkor, ha lehet, inkább ez maradjon tisztább, ami fixen benne van. Közben meg a cinkét leszarnak. Kicsit hullámos benne a szőnyeg, mert össze-vissza volt feltekerve, meg látszik, hogy azért meg van horpadva pár helyen. Ezt a maradék fostost Philips csavart használom, ami a kecskeholból maradt, ugye hivatalosan ezt adták a tetejéhez, én ilyet nem veszek. Csak ennek lapos és viszonylag nagyobb a feje, tehát alátét nélkül is tudom rögzíteni, hát helyek közel, mint látható, a szőnyeget. Viszont ezzel az a baj, hogy mivel önmetsző, néha behúzza a szálat. Itt lehet látni, vagy ahogy csavartam be, húzta is be a szálat. Úgyhogy nem egyszerű vele dolgozni, de hát nem is erre van kitalálva. Viszont... Na hát ez nem pontos méret, ugye ez már az aljába kerülne, maradék igazság szerint. Ami az aljára pluszba bemegy, tehát ez egyáltalán nincs méretre szabva, tehát egy picit néhol rövidebb, de ez nem számít, azért most nem fogok egy teljesen újat leszabni. Idén sem rögzítve van, nem mindenhol még. Mert ezzel a hülye csavarral nem akartam tovább szarozni. Csak annyira, hogy mégis ha ma este használni akarja, akkor tudja. Úgyhogy rakom be a helyére. Teszem a tetejét, rakok bele egy kis kaját, és megnézzük, hogy mit mond a húgyos. Tudom, az eső ismételten elkezd cseperegni. Gyere, Koli! Fokos. Fogok valamit elé tenni, hogy könnyebben be tudjon menni. Téglám már nincs. Valamit elé teszek. De egyelőre meg kell szüntessem az adást, mert el fogtok ázni. Úgy látom.
mivel nem tud várni, ezért én sem várok, megnézzük. De hát az a baj, hogy eléri hátulról is. Szerintem... Jó. Addig küzd, amíg el nem éri. Most hátulról be tudnám tolni, de hát most akkor megint csak stresszelném. Úgyhogy inkább kikapom onnan a kaját, és akkor megoldom, hogy rendesen be lehessen menni, ha akar. Koli, mi van? Gyors étterem? Könyöklős? Mi? Járdát és kapott a húgyos. Úgyhogy egy szava nem lehet, hogy nem próbálok mindent megtenni. A barkács ösztön dolgozik. Hát most arra nem fogunk várni, hogy bemenjen, mert mint lehetett látni, még a járda lapok nélkül is elérte egészen hátulról a kaját, tehát teljesen fölösleges azzal becsalogatni. Hogyha lesz annyi esze, nem lesz este, akkor majd bemegy, de amilyen balfasz nem fog bemenni. Szerintem legalábbis nem, na majd kiderül. És akkor holnap annyit csinálok, hogy ugye befejezem a tetejét, tehát megkapja a felső lap is a szigetelést, meg a kárpitot. A kárpit igazából nem a komfort, hanem azért, hogy ne rágja szét a szigetelést, ne egye meg. Nem. Még mindig nem érted, mi? Felőlem megfagyhat ilyen ostobán. Nagy ében teszek rá. Íme az akadálypálya. A challenge, amit építettem ennek az ostobának. Egy félmarék földnek több esze van, mint ennek a kutyának. Ilyen buta, ostoba kutyám még soha az életben nem volt egyébként. Tehát pont beszéltük az egyik kommentelővel, hogy el lett nagyon rontva, de ugye a ragaszkodása meg is van. Viszont a bizalmát visszanyerni nem lehet, tehát innen kezdve igazából nevelni sem tudom. Tehát hiába raktam be a kaját, akkor bemegy érte, kieszi, hát némi kis túlzása, mert csak félig, ugye? A két első lába, két hátsó lába kint marad. És ahelyett, hogy bement volna este, és mikor már azért hullik rá a köd, nincs este se olyan 2-3 foknál több, inkább itt pusztulként. Úgyhogy körülbelül ennyit érzte Korcs. Innen kezdve igazából felvetődik bennem a kérdés, hogy minek. Mert nekem egy olyan kutya kell, ami legalább jelző kutyaként, ugye emellé akartam egy házőrzőt is, illetve akarok, és azért kell egy ilyen kisebb termető, hogy jelző kutyaként. De hát, hogyha nem látja el a feladatát, akkor most minek etetem? Most tudom nagyon jó, hogy társként is funkcionál, de hogyha egyszerűen nincs bizalma az ember iránt, tehát feléd, akkor onnan kezdve nem működik ez a része sem. Úgyhogy vagy megfagy, vagy majd idővel, ha megjön az esze később, mert valamit kurva nehezen tanul meg például, amikor mutattam neki, amikor kikerült a tyúkoktól, hogy ott lent, a fa mentén, a fa tövében, a madaraknak van kirakva egy tálcán víz, hogy onnan tud inni. Hát azt is, egy normál kutya azért már a második, de minimum, vagy legalább a harmadik alkalom után, hogy megmutatod neki, megtanulja. Ez nem. Ennek nem is tudom, hány alkalom kellett hozzá.
Szóval idővel lehet, hogy rá fog jönni, hogyha nagyon fázni fog, hogy be tud oda menni, de egyébként úgyis oda fog feküdni valahova majd, ahogy tette eddig is. Mivel sokszor itt pusztul a hülye, néha ott a földön, néha meg itt a betonon. Nem tudom, hogy mi alapján váltogatja, mert igazából nem tudok nagyon rájönni. Nem mindegy, mivel sokszor itt pusztul a betonon, az ostoba, ezért azt fogom csinálni, hogy leveszem az elejét a kutyaháznak, és megnézzük, hogy úgy esetleg, ha már egy kicsit nyitottabb, be fog-e menni. Levettem, nézd meg a parasztot, ezt már elkezdte rágni, kintről, mondanom sem kell, szétszedni, használni nem használja, de szétkúrni szétkúrja, addig, amíg én meg a fejét nem fogom szétkúrni. Teljesen reménytelen. Jó, mondjuk most nincs is ideg, de hát ennyi erővel egyébként bent is aludhatna, ha ide behúzódik. Vagy akár aludhatna ott a földön, ahol szokott is néha. Szóval erről ennyit. Kutyaház eladó. Na hát erről a korcsóval ennyit. Direkt kíváncsiságból odaraktam egy hungarocelt, raktam rá neki ezt a régi plédet, meg is mutattam neki, ráraktam, ráültettem. És az ostoba, ahelyett, hogy mondjuk arra feküdne, ami azért nyilvánvalóan melegebb, itt fekszik a betonon. Most nem láttok semmit, mert a lámpa fel kéne, hogy kapcsoljon. Mit ninja kuzó paraszt? Reggeli után nincs hútkározás. Bélcsavarodást kapsz. Azért. Azért. Na most azon felbúzdulva, hogy a húgyos elkezdte használni a hajléktalan szállót. Ezt visszarakom, hogy hátra esetleg továbbiakban így is fogja majd használni. Na, uncsi részt ugorjuk át, jó? Este meglátjuk, hogy mi lesz.
mivel tegnap este is elkezdte kihúzgálni a szőnyegnek a szélét, a rohadt köcsög. Van ilyen alumínium darabom, és úgy gondoltam, hogy ezt fogom majd ide letenni, rögzíteni, két oldalra, meg felülre. És van ez a önmetsző csavarom, ez a köcsög Philips csavar, de azért fogom ezt használni, mert ennek lapos a feje. Kicsi csúnyácska, feldén van benne a csavargó. Az a lényeg, a szőnyeghez így nem fér hozzá. Na hát ez lett belőle, illesztéseket, ilyeneket természetesen nem kell nézni, nálam az ilyen dolgok ugye nem játszanak. Most száraz idő van, nem nagyon keni össze. Luxus apartman. Nekem aztán nem mondja senki, hogy nem teszek meg semmit ezért a bügyös korcsért.